Tisztelettel köszöntöm a kedves látogatókat a Déri Múzeum helytörténeti kiállításában. Ennek a nagy helytörténeti kiállításnak a címe is jelzi azt, kapuk a múltra. Tehát itt olyan kapukon lépünk be egy-egy kiállítási egységben, ahol egy másik világba, mindenhol egy másik világba érkezünk. Ez a kis világ, ahova most megérkezünk, ez egy irodalmi kert, és ennek az irodalmi kertnek a nagy, az összes kertet összekötő nagy alakja pedig Csokonai Vitéz Mihály. Az ő alakjain, az ő figuráján keresztül ismerhetjük meg az emlékkertet, a botanikus kertet, illetve Csokonai Vitéz Mihály sírkertjét. Itt az első részben, az első kiállítási egységben azt láthatjuk, hogy van itt nekünk egy kutunk, egy szökőkút-szerűség, aminek le lehet a szélére ülni, ami gyakorlatilag a látogató számára egy kicsike kis pihenőhely, és hogyha leül a látogató ennek a kútnak a szélére, a szemébe ötlik Diószegi Sámuelnek és Fazekas Mihálynak állított szobor. A Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály emlékét próbálja így a magyar fűvészkönyv, első magyar fűvészkönyv szerzőire próbál itt emlékezni ez a kiállítás. A fűvészkertnek a létrejötte, ugyanis 1807-ben pontosan itt, ahol a Déri Múzeum áll, ezen a helyen a paptava szélén, vagy a paptava környékén jelölte ki a város a fűvészkert helyét, vagy mondjuk úgy a botanikus kert helyét, aminek egyébként tudjuk, hogy a kapuja ilyen gyönyörű szép kapuja volt, így nézett ki, és ezzel a falon elhelyezett rácsos szerkezettel a fűvészkert melegházának a stilizált belsőjét próbáltuk megjeleníteni. Itt látható egyébként a melegházról egy fotó, amikor még itt állt a melegház, illetve ez kívülről így nézett ki ez az épület. A tárlóban pedig azt látjuk, ahogyan ennek a másik említett Csokonai Vitéz Mihály alakjához fűződő térnek a kialakulása, az emlékkert kialakulása kezdődik. Viszonylag kevés dokumentumot, azonban annál hangsúlyosabb két dokumentumot helyeztünk el itt ebben az első tárlóban. Izsó Miklós levele, illetve az emlékkert társulatnak a jegyzőkönyve. Egyébként az emlékkert társulat volt az, ami 1890-ben a stafétabotot átadja a Csokonai körnek, és a Csokonai kör az emlékkert társulat nyomdokain folytatja a megkezdett munkát. Ez a kandelláber is annak próbál emléket emelni, vagy emléket állítani, hogy az emlékkertben nagyon minden részletet nagyon igyekeztek minél megfontoltabban elkészíteni, de olyan kivitelezés, amilyen azt valóban tervezték az emlékkert társulat alapítói, nem sikerült megvalósítani közadakozásból. Ez a második tér, ahova most jutottunk el, ez pedig Csokonai Vitéz Mihály alakjához, halálához, halála utáni a sír emléknek a állításával kapcsolatos vitát, vagy inkább Csokonai Vitéz Mihály alakjának változatait mutatja be nekünk, hogyan változott meg Csokonai Vitéz Mihály a debreceni ízlés, a debreceni civis polgári ízlés nyomán a prioritásoknak egy nagyon durván szembenálló két végletét tapasztalhatjuk meg. A kiállító térben ezek a nagyon éles kontrasztok, illetve ez a megváltozott hangulat, a többi kiállítási térhez képest megváltozott hangulat, azt hiszem, hogy nagyon is egy ilyen szemlélődő és megpihenő teret ad a látogatónak. Nem csak a padok, nem csak a kutak, vagy a különböző kis ülőhelyek készítik arra a látogatót, hogy egy picikét itt üljön le,
pihenjen egy picit, nézzen szét, gondolja át azt a környezetet, amiben van, hanem azt hiszem, hogy a madárcsicsergés és maga az atmoszférája a kiállításnak is erre biztatja a látogatót, és én azt arra hívok és arra invitálok mindenkit, hogy ezt jöjjön el ide is a saját szemével és a saját jelenlétével tapasztalja meg itt a kiállításban.